mi a kedvenc ételed esetleg, amit mondjuk főzni is szoktál? A milánói. Kedvenc ital? Ital? Pesgő. Kedvenc ételemet milánóit kaptam, ami nagyon meglepett, és oké, hogy a délutáni órákba járunk, de pont jól jött, mert nem ebédeltem, mert egy órakor volt edzés, úgyhogy jól esett, úgyhogy ezúton is nagyon köszönöm szépen, illetve hát nyilván kaptam egy pesgőt, meg egy kis MTK-s apróságokat. Örülök minden megkeresésnek. Próbáltam változatosan válaszolni minden kérdésre egyébként, hogy nem mindig ugyanazt mondjam el, de egyébként így a koronavírus miatt is talán olyan sok bejárós interjúm ugye nem volt, inkább telefonos, rádiós egyeztetések, úgyhogy így pedig teljes mértékben kibírható volt minden. Ez a verseny egy újabb motivációs adagot adott nekem, illetve olimpia évében vagyunk, és ugye kvótával rendelkezem, úgyhogy tényleg minden nap eszembe jut, hogy mi arra a versenyre készülünk, és hát szeretnénk ott nagyot alkotni, úgyhogy hát van motiváció rendesen, úgyhogy nem nehéz. Egy évben körülbelül háromszor szoktam rajthozálni, úgyhogy olyan sok nagy megmérettetés már nem lesz, inkább egyéni számokban fogok versenyezni Magyarországon, az lesz többségben, illetve a hét próbában egy göcciszi verseny van betervezve május végén, úgyhogy az lesz az előtte való legnagyobb próba.